Jó napot kívánok, én Kovács József vagyok, a Kirkosz Egyetem vezetője. Nálunk parapszichológia oktatás folyik. Ez az oktatás egyéves, egy év múlva a tanítványok parapszichológus levelet kapnak. Majd tanulhatnak tovább, hiszen nálunk az oktatás több éves, aki tovább megy, az magasabb fokozatokat kap. De miről is szeretnék most beszélni önöknek? Az álmatlanságról, az álmatlanság pszichológiai okairól. Egy-két példával, egy-két történettel színesítve. Az álmatlanság az sok ember gyötör. Kit ezért, kit azért. Hát annak, akinél testi okok vannak, fiziológiai okok, olyankor mindenképpen az orvoshoz kell menni. Egyébként is az orvoshoz kell menni, és ha nem talál fiziológiai okokat, akkor nézhetünk más okokat. Tehát nézzük az egyik kliensem esetét. Ő szerelmes lett egy ismert művésznőbe. Hát előfordul az ilyen, a férfiak is csak esendők, az ismert művésznő a szép, ez konkrétan egy gyönyörű operaénekesnő volt, gyönyörű hanggal, a férfit a hangja is elvarázsolta, a külse is elvarázsolta, és szerelembe zuhant, szegény. Hát alatta még nem volt szegény, csak utána. Tehát ez a férfi otthonában egyáltalán nem aludt. Éjszakánként nem aludt, annyira szerelmes volt. Nappal néha találkoztak, de akkor sem aludt. Aztán megint nem aludt. Néha-néha aludt, amikor már teljesen kifáradt. A szerelem hűtötte, hihetetlen energiákat adott neki. Állandóan találkozni akart. Az operaon énekesnő minden percét kitöltötte, minden szabad percét, éjszaka is, nappal is. A férfi alig aludt valamit, és véget ért a viszony. A szegény férfi szenvedett egy darabig, azonban az álmatlansága megmaradt. És hát arra gondolt, hogy jó Isten őt álmatlansággal tisztítja, hogy szabaduljon meg ettől a felesleges szerelem érzésétől. Hát ez a tisztítás, ugye jó Isten őt így tisztította, néhány hónapon keresztül tartott. Ő gyakran volt beteg, periódikusan meggyorsult a szívverése, majd normalizálódott, majd megint gyorsult, stb. 2-3 hónap múlva azért rendeződött a helyzete, és már normálisan aludt. Ez 1-2 hónapig tartott. Utána megint megjelent az álmatlanság. Hát kutakodtunk őnála, hogy mi lehet az oka ennek, de azt szeretném rögtön leszögezni, hogy ezek az okok nem általánosak, tehát aki álmatlanságban szenved, ne vegye ezt magára, hiszen minden embernél más okok lehetnek. Mindig az embert egyedileg meg kell vizsgálni, el kell vele beszélgetni, és utána tudunk csak rájönni, hogy őnála ez az ok van, vagy másik, vagy harmadik, vagy negyedik, vagy huszadik, vagy ezredik. Tehát ahány ember, annyiféle ok lehet. Tehát én most egy konkrét emberről beszélek, egy konkrét kliensről. Tehát önálló az volt az álmatlanság oka, hogy ő túlságosan lenézte az embereket, és túlságosan szeretett szexelni. Lenézte az embereket, ez igaz, de amikor jöttek az erős érzelmek egy nő iránt, ott ez elmúlt, és csak az erős érzelmek hajtották. Aztán mikor a szerelem elmúlt, akkor megint elkezdte lenézni az embereket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha tetszett, lájkolják és iratkozzanak fel. Viszontlátásra!